Színes programokkal készültek a Máté Szalkai a gimnáziumban. Bétéri Sándor Zoltán igazgató úr megnyitója után dr. Hanusi Péter polgármester úr köszöntötte a megjelent vendégeket, a versenyzőket és a kísérő pedagógusokat. Az irodalmi és képzőművészeti alkotópályázatokra sok értékes pályamű érkezett, a díjakat pedig most az Eszenapok rendezvénysorozat első napján adták át gimnázium mindig is a műhely munkáról volt híres, és azt gondolom, hogy lassan a 80. felállásunk évéhez közeledünk, és úgy gondolom, hogy a Mátiszak és Mátiszak környéki gyerekeket összegyűjtve tudjuk azt prezentálni, hogy igenis itt komoly munka folyik, és komoly műhely munka folyik. A cél pedig az, hogy összehozzuk a, a gyerekeket, hisz Mátiszakártól kezdve Nagy Károlyon keresztül Nyíregyházán kisvárdáról jött a gyerekeink, megismerik egymást, egymás munkájával is megetessenek, egymás intézményével is megetessenek meg, hogy ne legyen új, amikor kikerülnek majd az egyetemre, és akkor ott, ott már azért más legyen a a közeg, és én azt gondolom, hogy itt a Márti Szalkai Gimnáziumnak ezt a feladatot fel kell vállalnia. A tantárgyi versenyek után táncelőadást és citera bemutatót tekinthettek meg a résztvevők, míg a sportcsarnokban röplabda versenyeket, jump fitness és gymstick bemutatókat rendeztek. A programok szünetében pedig kuruc korszak hangulatát idéző kávét fogyaszthattak az érdeklődők. Az, hogy mit jelent számunkra ez az eszenapok, talán egyfajta kiteljesedést, talán egyfajta szabadságot, illetve egyfajta kiruccanás jelent a, 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 hétköznapok rohanásából, hiszen bejövünk, órára megyünk, dolgozatokat írunk, tanulunk szolgalmasan, azért, hogy elérjük azokat az álmainkat, viszont nagyon jók ezek a, ezek a az ünnepségek is, illetve ezek a rendezvények, és még jobban összekovácsol minket természetesen. Az eszenapokra gyakorlatilag megújult az iskola, hiszen belekeztek az intézmény homlokzatának felújításába, parkosításba, a kávézó és a kiállításoknak is helyet adó terek kialakításába. Bétéri Sándor Zoltán igazgató kiemelte, hogy a gyerekek sok mindenben tehetségesek, és olyan képzést kapnak, amire szükségük van. Nekik csak annyi a dolguk, hogy engedjék őket szárnyalni.